de még mindig úgy látom, hogy körülbelül olyan 4-5 embert várunk, de talán még így be fognak csúszni, vagy lehet, hogy közbe jött nekik valami, próbálunk így multitaskolni, úgyhogy néha meghallgatok a beszédem közben, akkor elnézést kérek, de próbálom közben nyomkodni a felületet. Szóval akkor nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a első közösségi akadémia keretében. Nyilván ennek most már van egy háttere, hiszen az elmúlt időszakban több prezentáció is született különböző témában a közösségi vezetőknek. Igazából pont ez hívta életre, hogy láttuk azt, hogy alapvetően nagy igény van arra, hogy lényegében remélem, hogy így láttok így rendesen. Nagy igény van arra, hogy egy állandó sorozatot indítsunk arra vonatkozólag, hogy hogyan tudnak a magyar szervezetek fejlődni itt az Egyesült Államokban. Nagy igényünk van rá, hiszen nagyon sok területen vannak lemaradásaink, de azt gondolom, hogy a világ átlaghoz képest mindenképpen előnyben vagyunk. Nagyon sok olyan programunk volt, az elmúlt egy év viszont kifejezetten meghatározta azt, hogy alapvetően az amerikai magyar közösség nagyon összetartó, nagyon kreatív, és nagyon-nagyon gyorsan reagált a helyzet adott körülményekre. Mindjárt az elején egy néhány hasznos és mindenképpen kiemelendő közhasznú információt szeretnék veletek megosztani. Az egyik az, hogy szeretném kérni, hogy mindenki némítsa le magát. Lehetőség szerint, hogyha tudják, akkor a neveket írjátok be, hogy esetleg a név, keresztnév, és az, hogy honnan csatlakoztatok hozzánk, elég, hogyha az államot beírjátok, vagy a várost, csak hogy lássuk azt, vagy tudjuk azt, hogy ki honnan érkezett, és a többiek is lássák azt, hogy milyen mennyi helyről, hány államból érkeztünk erre a találkozóra. Szeretném megköszönni nagyon azoknak, akik támogatták ezt az eseményt, és bármilyen csekély összeggel is, de tényleg hozzájárultak ahhoz, hogy ez a program tudjon működni. Minden adományt nagyon jó helyre fog kerülni, és a működést fogja támogatni. Természetesen a könyveket is fogjuk postázni, egy-két nap türelmeteket kérném, és egyszerre fognak érkezni meg a könyvek. Némi technikai segítség nélkül, illetve kárcsépés ösztöndíjas hiányában, ez egy kicsit lassabb folyamat nálam, de igyekszem, hogy ezt nagyon gyorsan bepótolni, ezt a hiányosságomat. Szeretném megköszönni a legnagyobb szponzorainknak a támogatást, így a Szaraszótai Fesztiválnak, Magyar Fesztiválnak a támogatását, akik folyamatosan tényleg mögöttünk vannak, és a többedik alkalommal nagyobb összeget is adományoztak számunkra. A fesztivál sajnos a tavalyi évben elmaradt, de a jövő, tehát idei évben viszont megrendezésre kerül, a szokásos időben, október közepén, október 3. hetében. Nem tudom, hogy Klatyik Erika itt van-e, ő is ígérte, hogy csatlakozik hozzánk. És természetesen Borsányi Imrének, az egyik előadónknak is, aki folyamatosan támogatja a szervezet működését, és majd természetesen őt is be fogjuk mutatni. Szívből ajánlom az ő szolgáltatásait is, hiszen nagyon magas szintű programokat, illetve lehetőségeket kínál már mindenki számára. A mai nap arról fog szólni, az első előadás nem véletlenül a pont a pénzügyek gyakorlatban címet adtuk, hiszen valljuk be, hogy itt van január, január vége, és realizáljuk azt, hogy az tavalyi évben nagyon sok olyan támogatást nem kaptunk meg, amit alapvetően szerettünk volna, vagy elvártunk volna, illetve számítottunk rá. Ez egy nagyon nehéz döntés mindenki számára, hogy most hogyan tovább. Szerencsések voltunk, hiszen eddig el voltunk kényeztetve állami támogatásokkal, először ugye a HIF-nek, a Hungarian Initiative Foundation támogatását élvezhettük, majd a Bethlen Gábor alapnak a támogatását a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül. Az idei, a tavalyi évben viszont nagyon sok ilyen támogatást visszavontak, ugye, hogy az rendezvények nem kerültek megvalósításra, de attól még nekünk kreatívnak kellett lennünk, és fenn kellett tartanunk valamilyen szinten a szervezeteinket, és azok működését, és az aktivitásaikat. Ezért mindig fontos az, hogy olyan két lábon álljunk, vagy akár három lábon tudjunk állni, ami segíti a hétköznapjainkat, a munkánkat, és azok az anyagi támogatások én is be tudjanak jönni. Nagyon fontos annak a tartom azt is, hogy áldásos állapotban vagyunk, hiszen nagyon sok támogatást kapunk az anyaországtól, de mindenképpen fontos lenne alternatív útvák után nézni, hosszú távon gondolkodva is. Ezért is gondoltuk, hogy ez az előadás most nagyon hasznos lehet mindenki számára, ezért két olyan szakértőt hívtunk meg, akik
Ebben a témában már nagy rutint szereztek Amerikában, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem Magyarországon, hanem ismerik a pontosan az amerikai helyszínt, a körülményeket és hogyan működik ez. Természetesen nagyon sok témáról még nem is érintünk majd ezzel alkalommal, igyekszünk ezeket majd pótolni, és várjuk a visszajelzéseteiket persze, hogy mi az a téma, amiről szeretnétek hallani a jövőben. Ilyen például majd a szponzoráció, ami érintőlegesen majd megemlítve lesz, ami alapvetően ez egy külön témát igényel, de mivel a rendezvények még mindig kérdéses sorban vannak, így ezekre most nem fókuszálnánk. Akkor először is szeretném bemutatni nektek Margit Patrícia Esztert, aki most már nem is tudom, idestóval lassan egy éve dolgozunk együtt. A Kolumbiai Egyetemen non-profit menedzsment szakán végzett 15 éve ezelőtt, és non-profit szervezetek Magyarországon is, különböző USA-ban is, különböző USA területén is különböző non-profit szervezeteket irányított, vezetett és bevezetett. Magyarországon a UN Women Nemzeti Bizottság és a Női Média Lobby Egyesület alapítója és vezetője volt, a Párbeszéd Alapítvány és a Női Érdek Szövetség, az Egészséges településekért alapítvány és a Youth of Understanding alapítvány munkatársa volt. New Yorkban pedig a GCC Manhattan szervezetek munkatársa volt, majd az Art Kibbutz művésztelep alapítója és vezetője lett. Itt mintegy 1 millió dolláros adomány biztosított a szervezet számára. Többek között a Jewish National Fund, a $1 billion roadmap fundraising kampányának munkatársaként sajátított el magasfokú készségeket. Tavaly pedig Partner in the Crime, ő volt az, aki segített ezt a könyvet megírni nekem, és az ő szakértelmével valósulhatott meg ez a kiadvány, amit hamarosan remélem mindenki kezében tarthat. Úgy találkoztunk egyébként, hogy a korhatártalan program kapcsán jelentkezett nálunk, hogy szeretne egy olyan szervezethez csatlakozni, akik országosan meg tudják szólítani a szervezeteket, és bevonni önkénteseket, és a szervezet formában egyfajta jótékonysági célzattal elindítani egy olyan kampányt, hogy azok számára, akik az idősek, például 40 év fölöttiek számára, akik lelki problémákkal küzdenek itt ebben a nehéz időszakban, vagy egyáltalán fizikai segítségre van szükségük, vagy egész egyszerűen csak egy beszélgetésre tartanak igényt. Így alakult meg a korhatártalan program, és mai napig lelkes támogatója ennek, és ennek természetesen lesz folytatása is. Én átadnám a szót Patriciának, és kérlek, Patricia, hogyha gondolod, még egész is ki ezt a mondatot, vagy gondolatköröket, és várjuk azt, hogy hogyan tudunk több pénzt gyűjteni a szervezetünk számára, milyen trükköket és milyen tapasztalatot tudsz nekünk megosztani. Köszönjük szépen! Sziasztok, jó estét! Nagyon örülök, hogy beszélhetek veletek, és hogy elmondhatom a tapasztalataimat. És az a jó hírem van, hogy itt Amerikában nagyon nagy hagyománya van a non-profit szervezetek és a jótékonysági szervezetek támogatásának, úgyhogy bizonyos szempontból szerintem sokkal könnyebb a adománygyűjtés, szponzorszerzés, mint Magyarországon. Úgyhogy vágjunk bele! Akkor most megosztom a képernyőmet. És szóljatok, hogy látjátok-e. Látjátok? Igen. Ja. Tehát háromféle adománytípusról fogok beszélni elsősorban. A pályázatokról, az adományokról és a támogatásról. Tehát az adománytípusokba tartozik ez az adományozás, és majd elmagyarázom, hogy hogyan. Akkor először nézzük, hogy a pályázatnak milyen típusai vannak. Nagyon-nagyon sok pályázat van itt Amerikában, majd erről nem sokára beszélek, hogy hol lehet ezeket megtalálni, meg ilyesmi. De először azt elmondanám, hogy két fő típusa van a pályázatoknak. Tehát van egy általános, ami a szervezetek működésére van, tehát ilyen általános működési költségre. Ez a persze a legjobb fajta támogatás, amit mindenki ezt szereti a legjobban, de a legtöbb pályázati kiírás az programfinanszírozásra van. Ilyenkor, hogyha egy ilyen programfinanszírozására jelentkezik az ember, akkor egy konkrét tevékenységet kell beleírni, tehát például nyári tábor lesz június 13-ától 29-ig itt, és erre és erre szeretnénk a pénzt majd felhasználni, és fontos, hogy ezeknél is, ugye ezeknél a pályázatoknál is azért ez ilyen 20-30%-ot be lehet tenni általános működési költségre.
Ahhoz, hogy valaki pályázni tudjon, van egy pár alapfeltétel, aminek meg kell lenni, tehát kell egy non-profit szervezetnek lenni adószámmal, és a bírósági végzésről kell egy bejegyzés. Tehát amint ezek az alapján non-profit státusz feltételek adottak, már lehet is pályázni. A nagy kérdés persze az, hogy hol lehet a pályázatokat megtalálni, és a jó hír az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen. Van egy Foundation nevű szervezet, ami itt Amerikában nagyon sok könyvtára van, szinte mindegyik nagyobb állam, nagyobb városában megtalálható, de most már minden fönt van az interneten is, az összes adatuk. A GuideStar az pedig egy ilyen non-profit szervezetekről szóval ilyen általános rangsoroló tájékoztató honlap volt. Ez a kettő egyesült, és Candid néven fent van az interneten, és ezen a honlapon gyakorlatilag minden amerikai alapítványnak minden egyes pályázata fönt van. Összesen 16 millió pályázat van fönt ezen a honlapon, 150 ezer alapítványtól, illetve egyesülettől. Ezek között van magánalapítvány is, vannak nagyobb alapítványok, kisebbek, és az a lényeg, hogy ebben az adatbázisban úgy kell keresni, hogy az ember beírja, hogy melyik városban, melyik helységben van, milyen témájú programra próbál pénzt szerezni, és milyen összeg. Tehát annak alapján tudjuk kiszűrni mondjuk a 10 kedvencünket a 16 millióból, tehát megnézzük, hogy milyen tevékenységi körben próbálunk pályázni, kik a célcsoportok és határidő, finanszírozás módja, ilyesmi. És akkor ennek alapján, hát ez egy ilyen félállású munka szerintem az elején, de érdemes sok időt rászánni arra, hogy tényleg a céljainknak megfelelő pályázatokat kimazsolázzuk, és akkor hát a következő tuti tippem, ami nagyon sokat segít nekem, az a 990 form. Nem tudom, hogy ezt ki ismeri, kérem. Ez az amerikai non-profit szervezeteknek az adóbevallási formája. Na most erről ez egy ilyen általában ilyen minimum 20 oldalas dokumentum szokott lenni, tele számokkal. És akkor én azt szoktam csinálni, hogyha van egy alapítvány, mondjuk itt ez a Barbara Streisand magán alapítványa, akkor megnézem, hogy az elmúlt pár évben mennyi pénze volt összesen, az itt fel van sorolva, és akkor hátrébb egy kicsit olyan a 15. résznél körülbelül van a legfontosabb információt, felsorolja, hogy az elmúlt évben kinek mennyi pénzt adott. És ez azért fontos, mert ebből kiderül, hogy más hasonló szervezetek a miénkhez mennyi pénzt kaptak hasonló tevékenységre. Tehát ennek alapján lehet belőni azt, hogy mi az a reális pénz, amit lehet várni egy-egy ilyen alapítványtól. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy a nyári tábor mondjuk a mellettünk lévő városban 10 000 dollárt kapott támogatásként, akkor nem érdemes 150 000 dollárra jelentkezni, mert az hogyha nem olyan nagyságrendű pályázati támogatásokat ad ki, akkor úgysem fogunk sikerrel járni. De szóval ez egy ilyen kicsit egy ilyen reálisabb képet ad arról, hogy mi várható. És akkor egy pár tipp még. Nagyon sok olyan családi vagy magánalapítvány van, amelyiknek nincs ilyen hivatalos honlapja, vagy hivatalos pályázati kiírása, de hogyha a Candidnál látjuk a pályázati keresőben, hogy magyaroknak adnak például pénzt, vagy a keresztény ügyekre adnak pénzt, vagy nyári táborokra adnak pénzt, akkor érdemes őket megkeresni. És
Magyarországgal ellentétben azt hiszem, hogy Amerikában itt kicsit más az elvárás, tehát itt azt várják, hogy igenis az ember fölemelje a telefont, és felhívja őket, és bemutatkozzon, és erre van kapacitásuk és igényük, és szóval enélkül, hogyha egy ismeretlenül az ember beküld egy pályázatot, hogyha nincs kiírás, biztos, hogy nem, azt nem veszik szívesen, de azt nagyon szeretik, hogyha az ember telefonál nekik és bemutatkozik. Én amikor non-profit szervezeteknél dolgozom, mindig összeállítok egy éves fundraising tervet, és ennek külön van egy ilyen pályázati egy ilyen naptára, amiben beírom, hogy melyik pályázatnak mi a határideje, ebbe beletervezem, hogy mennyi idő kell a megírásra, a beszámolót is beírom a naptárba, mert egy átlagos, mondjuk ilyen 200-300 ezer dollár éves költségvetésű szervezetnek legalább, én azt mondom, hogy olyan 30-40 pályázatot kell évente beadni ahhoz, hogy mondjuk 5-6 pályázata összejöjjön, és ez nagyon fontos, hogy mindegyiknél az időpontokat tartsa az ember, és időben megküldje a beszámolót. Tehát fontos, hogy erre sok időt és energiát szálljunk, hogy minden meg legyen rendezetten. A pályázatíráshoz nagyon fontos, ez egy külön tudomány, amit itt Amerikában tanítanak, ugye egyetemi szinten is, meg tanfolyamokon is. A legtöbb pályázatnál megvan adva egy formátum, és ezt mindenképpen érdemes követni. És általában fontos szokott lenni egy ilyen bemutatkozó levél az első körben, és amikor meghívják a szervezetet egy második, harmadik körre, akkor lehet részletesebben írni a pályázatot. De mindenképpen meg kell határozni a szervezetnek a célját, a programnak a célját, és fontos megmutatni azt, hogy milyen más források vannak még a pályázati forráson kívül. Tehát az amerikai adományozók nem szeretik, hogyha csak egy lábon áll egy projekt vagy egy szervezet. Mindenképpen azt szeretik, hogyha be tudjuk mutatni, hogyha az ő támogatásuk megszakad, vagy hogyha nem kapjuk meg azt az adott támogatást, akkor is életben fog maradni a szervezet és a projekt is. És akkor két tippet is. Érdemes mindig a pályázatot kiíró donor fejével gondolkozni, tehát ez a legnehezebb. Nekem legalábbis, amikor pályázatot írok, hogy annyira lelkes vagyok a saját projektjeimmel kapcsolatban, de valahogy mégis fazonra kell igazítani egy kicsit a projektet, hogy azt a részét mutassuk be, azt a részét erősítsük, ami leginkább egybevág a pályázatot kiírónak az érdeklődési körével és célkitűzéseivel. Na most, meg kéne nézni, hogy mennyi az idő. Piros, szólsz majd nekem, hogyha lejár az időm? Ja. Nyugodtan folytás, ez nagyon fontos téma, úgyhogy szerintem senki nem fog ágálni ellenek. Jó. A második tipp, sajnos nagyon sokszor előfordul az, hogy, hát nem nagyon sokszor, de tehát volt már olyan a múltban, hogy volt egy pályázat, amire meghívtak egy szervezetet, ahol dolgoztam, de nem igazán passzolt a pályázati kiírás a mi tevékenységi körünkhöz. De hogy valamennyire passzolt, de nem igazán. És akkor elkezdtünk programot csinálni, csak azért, mert tudtuk, hogy arra tudunk pályázati pénzt szerezni. És van, amikor ez működik, de van, amikor az ember még több munkát vesz a nyakába, mint amit eredetileg tervezett, és szóval a pályázatoknál mindig fontos az, hogy az embert ne ragadják el a lehetőségek, hogy itt van egy lehetőség, akkor ezt meg kell ragadni feltétlen, hanem mindig nagyon-nagyon fontos észben tartani a hosszú távú célkitűzéseinket, és hogy egy-egy pályázat által megvalósítható projekt hogyan járul hozzá a hosszú távú célkitűzésekhez. A pályázatnak a legfontosabb elemei a kísérőlevél, ami egy ilyen rövid összefoglaló a projektről, akkor a pályázati kiírás, egy ilyen rövid ismertetője az adatoknak. Ezt mindenképp el kell olvasni, és nagyon részletesen áttanulmányozni, hogyha nem passzol a szervezet
meg a projekt a kiíráshoz, akkor én azt javaslom, hogy ne adjátok be, mert itt Amerikában nagyon-nagyon-nagyon szigorúan nézik, hogy a bizonyos rubrikák ki legyenek pipálva, tehát nem érdemes az időnket vesztegetni, hogyha nem igazából passzol a projekt. Szóval az útmutatóból is, és a kiírásból kiderül, hogy hogyan kell ezeket a pályázati adatlapokat kitölteni. Ez tényleg nagy, nagy figyelemmel és gondossággal kell. És akkor a legfontosabb része talán a projekt részletes leírása mellett a mellékletek a pályázatnak, amiben az összes ilyen támogató anyagot bele tudjuk tenni. Ide lehet tenni újságcikkeket, képeket, videókat. Ezeket mindig megnézik, és ebből derül ki az, hogy a múltban miket csináltunk, és ez ad nagyjából a pályázati kiírónak egy elképzelést arról, hogy milyen színvonalú projektet fogunk prezentálni az ő támogatásuk által. Akkor most kérdezhetek kérdéseket, vagy fogadható kérdéseket, vagy menjek tovább a következő részre? Menjünk tovább a végén, és akkor a legvégén akkor pedig akkor lehet kérdezni. Jó, jó. A pályázatok után most a következő nagy téma, amiről beszélnék, az az adományszerzés. És tehát vagy szervezetek, vagy magánszemélyek tudnak adni ilyen kisebb adományokat, vagy ilyen pénzügyi, vagy tárgyi felajánlásokat. Például az az 1 millió dolláros adomány, amit a művésztelep számára szereztem, az egy épületadomány volt, de volt már úgy, hogy autót adományozott valaki, tehát nem csak pénzt. És ezt az a lényeg, hogy az adomány az mindig ellenszolgáltatás nélkül, tehát jótékonysági alapon adományozódik, tehát ez mindig az adóból leírható az adományozó számára. Tehát az adománynak különböző típusai vannak, és ezeket teljesen másképpen kell megközelíteni. Vannak ilyen eseti adományok, amiket elég könnyen és gyorsan meg lehet szerezni, ezek általában ilyen 1000 dollár alatti kisebb adományok. Ezek ilyen gyorsabb projektekhez, gyorsabban lezajló eseményekhez, projektekhez vannak. Például egy mondjuk, ha van egy tombola, vagy egy a nyári táborhoz kellenek ösztöndíjak, és akkor valaki egy kicsit több pénzt akar beadni, mint ami a nyári tábornak a részvételi díja, hogy más gyerek is el tudjon jönni, akkor ezt így könnyebben meg lehet szerezni. Az ilyen nagyobb összegek, a rendszeres nagyobb adományok, és itt Amerikában tudjátok, akár ezek ilyen 100 millió dolláros értékben is lehetnek, azoknak teljesen más a megközelítése. A legnagyobb ilyen amerikai non-profit szervezeteknél egy egész stáb dolgozik ezeken a nagyobb adományoknak a megszerzésén. Most erről röviden szeretnék még egy kicsit többet mondani nektek, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ezeket az adományokat hogyan lehet megszerezni. Tehát először is egy tervet kell csinálni, és én ezt úgy szoktam mindig csinálni, hogy egy naptári évre előre megtervezem, hogy mennyi pénzt szeretnék ilyen adományokból összeszedni, mi az a reális pénz, amit össze lehet szedni. Ezt mindig arra kell alapozni, hogy mennyire van valójában szüksége a szervezetnek egy minimális szinten ahhoz, hogy működjön, illetve ahhoz, hogy mondjuk kényelmesen működjön, és akkor a harmadik szinten pedig, hogy minden álmát és tervét megvalósíthassa a szervezet. És akkor ezek alapján, a költségvetések alapján össze szoktunk ülni a vezetőséggel, az elnökséggel és a csapatban dolgozó emberekkel, és akkor először is arról beszélünk, hogy ki kit ismer. A személyes ismerettségek nagyon fontosak. Ki ismer olyan vagyonos embereket, akiknek mondjuk fontos a magyarság ügye, vagy akiknek fontos az idősek ügye, vagy a gyerekek ügye. És akkor ezeknek az embereknek a címét, telefonszámát, elérhetőségét összeírjuk, és akkor az adatbázisba ezt be is visszük. És akkor utána rangsoroljuk ezeket az adományozókat,
megnézzük azt, hogy ki az, aki valójában egy ilyen cél személy lehet. Tehát akinek már, aki mondjuk már korábban is adott magyar ügyekre pénzt, vagy mondjuk magyar származású, természetesen sokkal nagyobb eséllyel támogathatja a magyarok ügyét, de nem biztos, hogy feltétlenül csak magyar származású emberektől kérhetünk pénzt. És akkor meg érdemes megnézni azt, hogy ezek az emberek korábban kinek adtak pénzt és mennyit, ez kiderül az adóbevallásukból is, vagy utána lehet érdeklődni és kérdezősködni egy kicsit. Tehát nagyon fontos ilyen esetekben, hogy valaki ismerje ezeket az embereket, és ne teljesen ismeretlenül hívjuk föl őket. Szóval amikor egy ilyen nagy adományozó szeretnénk becserkészni, akkor az nagyon fontos észbe tartani, hogy az adományozó is csak egy ember, akármennyire gazdag. És nagyon fontos, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki vele. És én régen mindig elkövettem azt a hibát, hogy csak magamról beszéltem, meg a szervezetről, és be akartam neki bizonyítani, hogy mi vagyunk a legérdemesebbek a támogatására. De ez egy teljesen rossz megközelítés volt, és azóta már megtanultam, hogy az első randevún, mert szerintem a szponzorszerzés ilyen, igazából olyan, mint egy ilyen udvarlási szakasz. Az első randevún nem kérjük meg senkinek se a kezét, nem állunk elő egy gyűrűvel, hanem csak ismerkedünk. Meg kell ismerni a potenciális adományozónak a családi hátterét, az érdeklődési körét, a céljait, és hagyni őt kibontakozni, hogy a magyarságáról beszéljen, hogy miért fontos neki egy magyar ügy, és hogy hogyan vesz részt a magyar közösségben, és ilyesmi. A második randevúra alaposabban még fel kell készülni, és még utána nézni még egy kicsit, amit meg tudunk tudni a szponzorokról, vagyis potenciális adományozókról. Itt már, mint régi ismerősökkel beszélgethetünk ezen a második randevún. Én erre a második randevúra is, ha lehet, el szoktam hozni ezt az összekötő embert, aki ismer minket, és itt már ennek a bemutatkozó, és ennek a találkozónak a végén át lehet adni egy ilyen rövid bemutatkozó anyagot, egy maximum egy oldalas valami. A harmadik találkozó az, amikor rá szoktam térni a témára a szponzorszerzésre és az adományozásra, de ez is egy ilyen kötetlen jellegű találkozó szokott lenni, ilyen vacsora, vagy kávézó, vagy egy borkóstoló, vagy koncert, és különböző lehetőségekről beszélek, és megnézem azt, hogy mi az, ami érdekli az adományozót. Például lehet, hogy szeretné az valamelyik nagyszülőjének a nevét megörökíteni, és szeretné, ha egy épületet róla neveznének el. Vagy van egy fogyatékos gyereke otthon, és azért szeretné a nyári tábort támogatni, hogy a fogyatékkal élő gyerekek is el tudjanak jönni a magyar táborokba. Szóval mindenkinek más az érdeklődése, és mások a céljai, és ez nagyon fontos észbe tartani és figyelembe tartani, amikor kérünk tőlük pénzt. Tehát nem lehet csak előállni azzal, hogy kérünk szépen 100 000 dollárt valakitől, mert meg kell indokolni, hogy miért. És pontosan mekkora összeget kérünk, és hogy mire fogjuk ezt a pénzt felhasználni, azt is meg kell határozni, és akkor utána hallgatni kell. Tehát a fundraising alapja ez a kényelmetlen csönd, úgymond, tehát miután az ember kér, akkor kicsit csöndbe kell maradni, és meg kell várni, hogy mit mond az adományozó, és ha igent mond, akkor jó, ha nem, akkor azt sem kell véglegesen nemnek venni, hanem csak pillanatnyilag nem, vagy lehet, hogy éppen abban az időpontban, amikor kérünk pénztől, akkor nem alkalmas neki, mert mondjuk éppen elveszítette a munkáját, vagy a gyerekei egyetemre mennek, és inkább arra szeretne fókuszálni, vagy már abban az évben elköltötte az összes adományra szánt keretét, és majd csak a következő évben fogadni.
Mindenképp fontos, amikor az adományozókkal kapcsolatban vagyunk, hogy rendszeresen kapcsolatban maradjunk velük, annak attól függetlenül, hogy mennyi pénzt adnak. És akkor is, hogyha mondjuk valamelyik évben ad az ember támogatást, és a következő évben nem ad, akkor is fontos kapcsolatban maradni vele. És ezt könnyű mondani, de hogyha mondjuk 300-400 adományozója van egy szervezetnek, ami gyakran elő szokott fordulni, akkor ez nem annyira egyértelmű és könnyű dolog. Az adományokat mindig meg kell köszönni. Ez is magától értetődő, de sokszor elfelejti az ember, annyira elsodorják az események. Tehát mindig nagyon fontos, hogy meghívjuk az adományozókat a rendezvényekre, és rendszeresen küldjünk nekik beszámolót arról, hogy hogyan használtuk fel a pénzüket, és hogy érezzék azt, hogy valami jóban vesznek részt, mert mindenki szeret segíteni, de az is jól esik nekik, hogyha megköszönjük a segítségüket. Akkor a adományozás néhány formájáról. A névadást azt már, ami a második itt már említettem, tehát azt sokszor szeretik, hogyha egy-egy programot, vagy egy épületrészt, vagy egy csoportot róluk nevezünk el, tehát ez cégről is lehet, vagy egy adományozóról is, egy emberről is. Akkor a matching grant, az egy kicsit bonyolultabb, de itt Amerikában ez is nagyon népszerű, mint tudjátok. Tehát ez annak az a lényege, hogy mondjuk a piros ad egy $1000 támogatást akkor a gyerektáborra, hogyha a tábor vezetősége összeszedi a másik $1000. Tehát, hogyha az $1000 támogatást kampány során összeszedjük, akkor a piros még egy ezerest hozzátesz. És ez azért nagyon jó megközelítés, mert tehát egyrészt az adományozó látja, hogy nem ő az egyetlen, aki ad, másrészt van egyfajta nyomás a szervezeten, hogy ne szerénykedjen, és tényleg megcsinálja ezeket a nehéz telefonhívásokat, és harmadrészt pedig mindig jó, ha van egy ilyen vezető adományozó, aki beugrik úgymond a mély vízbe, és bebizonyítja, hogy tényleg fontos ez az ügy neki. Akkor még van idő arról, hogy a többiről is így részletesen beszéljek? Csak nagyon röviden, nagy érintőlegesen, ha lehet. Ja. Mondjuk ez nagyon fontos téma, én azt gondolom, még egy 6 perc belefér, és akkor szerintem abba bele fogunk férni. Jó? Köszönjük. Ja. Tehát nagyon fontos adományozási forma a pro bono munka, amikor szakemberek ingyenesen dolgoznak. És itt Amerikában ez egy nagyon-nagyon bevett dolog, és szerintem nagyon jó módja annak, hogy kapcsolatokat építsen a szervezet. Például nekünk a könyvelő majdnem mindig pro bono, és az ügyvédek is majdnem mindig pro bono-ban dolgoznak, de sokszor grafikus is elvállalja a pro bono munkát. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos adományozási forma. A jótékonysági rendezvények, az ilyen nagy partik, meg bálok, voltak régen az első sorban a legfontosabb adományszerzési módszerek, de hát főleg a COVID miatt, de amúgy is ennek ma már sajnos, pedig én imádom az ilyen partikat, sajnos ezek most már kimentek a divatból. Most itt ugrok, és helyettük az online adománygyűjtés az, ami leginkább megy. A három legnagyobb portál, a GoFundMe, a Kickstarter és az Indiegogo. Ezekről mind tudnék nagyon sokat beszélni, de most nem tudok részletekbe menni. Ezek olyan online fórumok, ahol egy-egy célra lehet kampányokat létrehozni. Tehát például a nyári táborba szeretnénk ösztöndíjakat szerezni, a célunk az, hogy $5000 összeszedjünk, ehhez tudunk mondjuk egy ilyen Indiegogo kampányt indítani. Nagyon jó, hogyha van egy ilyen matching grant, tehát hogyha mondjuk a piros berakja az ő $5000, hogyha ezt az $5000 összeszedjük. Itt mindig a
online támogatás szerzésnél mindig nagyon fontos, hogy egy ilyen egyszerű és világos célunk legyen, tehát a tábornak az ösztöndíjait, a gyerekek támogatása, és fontos, hogy a közösséget ismerjük, tehát mindegyik korosztály más technológiát szokott használni, tehát az, hogy a közösségi médián milyen platformokat használunk, az is fontos. Mindenkit érdemes bevonni a közösségből, és mindenféle kategóriát létre kell hozni, tehát van, aki csak 20-25 dollárt tud adni, van, aki 100-at, van, aki 500-at, és mindegyik kategóriában adományozót meg kell jutalmazni, általában ez a szokás, valami kis kedvességgel, valami kis figyelmességgel azért, hogy támogatja az ügyet. Megint ugye a kommunikációs terv nagyon fontos, tehát ezt az egészet ki kell találni, ez olyasmi, amit amiben például a piros szerintem biztos, hogy tudná segíteni, hogyha ideig eljutok, tehát az egészet úgy kitalálni, hogy a rendezvények, a kommunikáció az egésznek, mikor, hol érdemes megjelenni, sajtóanyagok, ilyesmi. És akkor a legfontosabb pedig szerintem az, hogy a hetes pont, tehát hogy kényelmes és könnyűvé kell tenni az adományozást. Tehát a mai világban az összes non-profit szervezet, amelyiket én ismerek, az ilyen SMS-be is fogad adományokat, online is fogad adományokat, tehát minél könnyebbé kell ezt az egészet tenni, hogy ne ilyen régi stílusú csekket küldjön mondjuk az ember levélben, hanem egy-két klikkel meg tudja oldani a dolgokat. És akkor a harmadik nagy téma az pedig a támogatások vállalatoktól. Erről is nagyon-nagyon sokat tudnánk beszélni, de most csak nagyon érintőlegesen. Tehát anyagi jellegű támogatásokat lehet cégektől is kapni. Például a Coca-Colának is van egy nagyon-nagyon jó szponzorációs programja, tárgyi vagy természetbeli jellegű támogatásokat is lehet kapni. Két nagy céget emelnék ki, a 360 Good-ot és a Material for the Arts-ot például, amely kimondottan azzal foglalkozik, hogy nagy-nagy cégek, mint a Home Depot, meg Staples, ilyesmik között és a non-profit szervezetek között közvetít, tehát ide is fel lehet iratkozni, és akkor, hogyha tárgyi támogatásra van szükség, mondjuk a zsírkrétát akarunk beszerezni, vagy papírt a táborhoz, akkor nem biztos, hogy vásárolnunk kell, hanem lehet, hogy a 360 Good, vagy Materials for Us, de nagyon sok más ilyen szervezet is van, ezeken keresztül be tudjuk ezeket szerezni. És akkor folytathatom még? Ja. Szponzorszerzés, mecenatúra és nemes ügyhöz kötött marketing. Tehát míg az előző típusú támogatások, amikről eddig beszéltem, ezek ilyen jótékonysági alapúak, tehát semmilyen ellenszolgáltatást nem kap a támogató. Ez a három, amit itt felsorolok, ezeknél van ellenszolgáltatás, tehát a cégek is valamilyen fajta előnyhöz jutnak azáltal, hogy ezt ebben részt vesznek. De nincs ezzel semmi, de semmi baj az égvilágon. Sőt, a társadalmi célú szponzorálás ugye nagyon-nagyon fontos. Ez a szervezeteknek, tehát a nagy cégeknek az imidzsét javítja, de ez lehet pénzügyi barter vagy terméktámogatás. A mecenatúra, amikor egy magánszemély, intézmény, műalkotás vagy esemény rendszerint anyagi támogatást kap, és egy konkrét célra kapja ezt a támogatást, és ezért cserébe valamiféle kommunikációs haszonban részesül a cég, tehát megint az image-e, megjelenése, például a DAF kampányra, ha gondolunk, a szépség ideált próbálják átformálni, és egy elfogadhatóbbá tenni az ilyen kereptedebb formákat is, mint az enyém például. A harmadik pedig a nemes ügyhöz kötött marketing, a cause-related marketing, egy termék értékesítéséből befolyt összeg egy részét a szervezetnek adja, és például, tehát erre mondjuk a Dolph kampány is erre is lehet példa, annak is vannak ilyen részei. És akkor végső soron pedig megemlíteném azt, hogy attól még, hogy non-profit szervezetet vezetünk,
A non-profit szervezetnek lehet vállalkozási tevékenysége is, csak az a lényeg, hogy ami pénz ebből bejön, azt nem lehet kiforgatni, hanem bent kell hagyni bizonyos szinten a non-profitban. Tehát profitot nem szedhetünk ki. De van sok olyan nyári tábor, amelyik szed tandíjat, vagyis részvételi díjat, ami egy ilyen for profit tevékenység, de ezt visszaforgatják a non-profitban. Hát egyelőre ennyi. Bocsánat, hogyha sokáig beszéltem. Elég nagy a téma. És köszönöm a figyelmet, és készen állok a kérdésekre. Köszönjük szépen, Patricia, azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Szerintem most a screen-t azt akkor, hogy megteszed, hogy nem, és nagyszerű, hogy jobban látjuk egymást. Abszolút egyetértek minden szavaddal, hiszen a könyvben is nyilván ebből nagyon sokat bővebben kifejtetted, de alapvetően ugye azt mint magyarokként, ugye ezt tudjuk magunkról, hogy nagyon kreatívak vagyunk, vannak nagyon jó ötleteink, de a szélzben egy kicsit gyengécskébbek vagyunk. Tehát, hogy alapvetően ez egy nehéz dolog ezt nekünk tanulni és tanítani, hogy ezt hogyan érdemes megtenni. Van-e valami olyan hasznos tippet, hogy ténylegesen, hogy ne irulva, pirulva menjünk vissza az adott szponzorhoz, és ne úgy kérjük, hogy ténylegesen most... nem magunknak kérjük tulajdonképpen az összeget, hanem egy sokkal nagyobb ügyért, és mondjuk ténylegesen egy olyan ügyet támogatott az adott szponzor, hogy mindenképpen érdemes támogatni, de hogy mégis van-e valami tipped, hogy ezt hogyan tudjuk ezt a lelki vagy gátat áthidalni? Hát ez a legnehezebb kérdés szerintem, mert tényleg így azt gondolom, hogy ez a magyar lelkülettel annyira nem... ez a melveregetős pénzszerzős, ez nem nagyon, nekem is nagyon-nagyon nehezen megy, de ami fontos számomra az, vagy ami segít áthidalni általában az az, hogy megpróbálom így a saját személyemet kivenni ebből az egészből, tehát nem rólam szól ez az egész, hanem egy nálamnál nagyobb és fontosabb ügyről. És az a másik, hogy azt figyeltem meg, hogy a szponzorok vagy támogatóknak igenis fontos, hogy részt vegyenek valamilyen nemes cél támogatásában, tehát nekik is jó, hogyha adhatnak, és sokan szeretettel adnak, és szeretettel figyelik azt, hogy hogyan valósulnak meg a célok általunk. De sokszor közös céljaink vannak, és örülnek neki, hogyha magyar ügyeket támogathatnak. Igen, a másik ilyen jellegű kérdésem pont ez lenne, hogy alapvetően hogy tudjuk azt érdekeltéteni, tehát hogy találjuk meg azt a kapcsolódási pontot, mert egy nagyon specifikus területen vagyunk, és milyenkor azt mondjuk, hogy jajta most egy magyarnak, vagy egy más nemzetiségűnek biztos nem fognak adni pénzt. De van erre valami tipped adott esetben, hogy ezt hogyan lehet áthidalni, és hogy mégis érdekeltéteni őket, hogy figyelj, a magyarok azok mi vagyunk a legjobbak, és a spanyol viaszt is tulajdonképpen mi találtuk fel. De ezt, ennek van-e valamilyen technikája, vagy van-e valami trükk, ami most így első kézből át tudnál nekünk adni? Hát szerintem elsősorban azért magyar származású embereket érdemes megkeresni, de én mindig abban hiszek, hogy érdemes ilyen nagyobb kampányokhoz, nagyobb ügyekhez is kapcsolódni, és bemutatni azt, hogy mi is tudunk valami relevánsat, valami fontosat mondani ezekben a nagyobb ügyekben. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a gyerekek ügye az a szív ügye, és mellesleg még magyar is, akkor azt az embert én a gyerektábor támogatására kérném meg. Hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a hasát, és az ennivalókat, és az éttermeket, akkor őt kérném meg a magyar étterem támogatására. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a Maslow piramis, ugye, hogy kinek mik az értékei, kinek mi a fontos, tehát hogy azt megtalálni, hogy mi az a mozgató rugó, ami miatt adna. És a magyarság az persze egy nagyon-nagyon fontos dolog sok adományozónak, de a magyarságon belül még máshová is tud kapcsolódni egyéb esetleg. Vagy az egyházhoz, vagy a gyerekek ügyéhez, vagy az idősek ügyéhez, ami éppen őt foglalkoztatja mostanság, azzal kapcsolatban keresném meg.
Nagyszerű, köszönjük. Közben jöttek kérdések, Ági kérdezi, hogy a mellékleteket, rész érdekes, tehát amit mondtál ugye az elején, hogy amikor beadsz egy pályázatot, és a mellékleteket is megnézik, hogy a projekttől függetlenül képeket, stb. Videót érdemes betenni, és mennyi, amit nem túl sok, tényleg megnézik-e a videókat. És a másik kérdése egyben, hogy az estate adományra diszkrét keresés az oké-e? Szóval szerintem minden a pályázati kiírásnál megvan adva, hogy mi az, amit elfogadnak, és mit nem. Tehát én mindenképp elolvasnám, hogy ha mondjuk azt írják, hogy 5 videót küldhetsz be, akkor semmiképp se küldjél 10-et. De ha nincs megadva semmi, akkor érdemes fölhívni a pályázati kiírót, és megkérdezni tőle, hogy mit szeretne, és milyen formátumban. Igazából ez nagyon időigényes és macerás folyamat, de minél többször valamilyen indokkal fölhívjuk a pályázati kiírót, vagy a potenciális adományozót, annál jobb, mert nem arról van szó, hogy idegesítjük, hanem arról, hogy kapcsolatokat építünk, és így megjegyzik a nevünket. Tehát én ezért inkább ahelyett, hogy egy ilyen általános választ adnék erre, azt gondolom, hogy érdemesebb személyre szabni. Nagyszerű. Nekem most nem tudom, hogy nyilván, hogy volt bennem is egy ilyen félsz, amikor megcsináltam ezt az adatlapot, amikor regisztrálni kellett. Nagyon szigorúan vettem azt most, hogy mindenki regisztráljon. Amiben most kivételesen beépítettem egy ilyen adomány gombot, hogy természetesen az előadás ingyenes, de nagyon hálásak vagyunk bármilyen kis adományért. És nagyon, tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan hozzájárultatok ehhez. És hogy ezek ilyen apró trükkökkel, tehát ez a weboldalnak a fontos mennyire emelned ki, hiszen ott is elfelejtjük felrakni azt a gombot, elnézést, hogyha van egy esemény a Facebookon, akkor oda nem rakjuk ki ezeket a lehetőségeket, hogy ezeket szerint mennyire érdemes használni, mennyire adományozóak az emberek. Hát ez a leges-leges legfontosabb szerintem, hogy ezek mind fönt legyenek, és rendszeresen ismételjük őket, és tehát a hírlevélben is, a Facebookon, az összes közösségi médián, a honlapon nagyon-nagyon könnyen elérhető legyen az adományozási lehetőség. És egyszerűen itt Amerikában mindenki ezt csinálja, tehát butaságet szerénykedni és nem fölrakni, amikor szerintem ez ma már annyira standard, hogy az a furcsa, hogyha nincsen ott esetleg. Szóval igen, minél egyszerűbbé kell tenni az adományozást, annál többen fognak adni. Igen, ezt említetted is, tehát az SMS, illetve a GoFundMe, tehát hogy igazából te is azt mondod, hogy legyen egy klikkelhető, hogy azonnal, gyorsan és pillanatok alatt hozzá lehessen férni, ne kelljen regisztrálni, stb., hanem rögtön ott van az adott lehetőség, hogy elérhetővé tegyük azt a lehetőséget. Igazából ugye sok dollárból azért nagyon sok pénzbe tud jönni, azért több ezer dollár is így akár, főleg egy közösség, és arra talán nem etikátlan hivatkozni is a COVID idején, hogy a túlélésért küzdünk, hogyha legyetek kedvesek ti is csatlakozni hozzánk. Egyébként pont a Bocskai Rádiónak volt nagyon jó több ilyen kezdeményezése, Zsolt a saját születésnapjára hirdetett meg gyűjtést, és tehát közel 10 000 dollár jött be ebből az összegből, ez egy tényleg egy egyeklatás példája annak, hogy milyen jól lehet ezt alapvetően kezelni és működtetni, de mindenkit akkor én is biztatok, hogy mindenhova, Facebookra rendszeresen föl kell rakni, és ne legyünk szerények, a hírlevélbe belerakni, és elmondani a szülőknek, hogy akár ott papírformájú hírlevélben is, hogy köszönjük az eddigi támogatásokat, most nehezebb időszakokat élünk, és ahhoz, hogy fennmaradhassunk hosszú távon nyilván, hogy kérjük azt, hogy bármilyen kis összeggel, bármilyen csekély összeggel ti is járuljatok hozzá ahhoz, hogy működjünk tovább. Köszönöm szépen. Esetleg, aki nem írt be a chatbe, vagy van valakinek, még egy-két kérdést be tudunk még itt fogadni, hogy itt van, már is jött egy kérdés, van-e olyan speciális fund, amelyekben az ethic, diversity, stb. Mi voltunkat tudnánk hasznosítani? Tehát, hogy ethnic vagy diversity? Hát most ez a legnagyobb, igen, tehát most erre van a legtöbb pénz, erre nagyon, igen, ez most a fő téma, tehát ha rámész a Candidnak a honlapjára, akkor ez a fő oldalon rögtön ez jön föl, tehát ez most a környezetvédelem és a diversity, ez a két legfontosabb téma.
Nagyszerű. Akkor érdemes mindenképpen megnézni, és kutatni, és betokodni. Jó, tehát a szakmai segítségedet akkor ezek szerint azért mi is tudjuk a jövőben is igényelni. Természetesen az előadás videóját föl fogjuk rakni a YouTube-ra. Nyilvánvalóan ugye ennek az előadásnak ugye itt pont az a lényege, hogy élőbe zajlódjon le, és ezt késletetve fogjuk feltenni, hiszen akik itt vannak, azokat jutalmazzuk avval, hogy elérhetővé válnak ezek az anyagok számukra. Rendben, valakinek még kérdése van-e, akit így bátorkodik akár szóban vagy írásban felrakni? A végén lesz egy kis hozzászólni valója Zsoltnak. Köszönjük szépen, rendben, ezt mindenképpen igénybe fogjuk venni ezt a lehetőséget. Ha nincs kérdés, vagy nem rakta föl senki a kezét, úgy látom, akkor viszont áttérünk a következő előadónkra. Patricia, nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos volt, itt jöttek folyamatosan az üzenetek, majd nézd meg, és a lelkedet remélem balzsamozni fogja, hogy nagyon tetszett mindenkinek az előadásod, és nagyon hasznos információkkal lettünk gazdagok. Ha $1 több bejön, akkor azt gondolom, hogy már megérte. Na jó, legyen 10. Köszönjük szépen. Akkor most átadnám a szót Imrének. Imrét is bemutatom, aki most várt eddig, és bízom benne, hogy ő is ugyanolyan hasznos információkkal tud minket szolgálni. Imre 2004-től okleveles könyvvizsgáló, CPA, Egyesült Államokban, amikor több mint másfél évtizeddel ezelőtt kezdte karrierját a számvitel terén, az egyéni gondolkodás módja és az eredményorientált szemlélete azonnal megmutatkozott azoknál a vállalkozásoknál, akikkel együtt dolgozott. Nemzetközi háttérrel és különböző kultúrák megértésével Imre már a világ minden sarkáról képviseli az ügyfeleket, segítve mind az induló, mint pedig a meglévő vállalkozásokat, úgy mind a non-profitokat is. Magyarországon született és nevelkedett, félig orosz családban, európai neveltetése során megismert különböző műveltségeket és nyelveket, miközben kifejlesztette az új kultúrákba való elmélyülés képességeit. Ez irányú érdeklődése azóta is szenvedélye. Miután az Egyesült Államokba költözött, elvégezte a Nova University. Köszönöm szépen, hogy a Florida International University-t csatlakozott a GEMCO cégcsoporthoz a floridai Coral Gables-ben. 12 éve dolgozott itt. A következő lépése a nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező cég alapítása, és kozmopolita Miami városában azonnal sikert is eredményezett. A cég tevékenységében főleg az üzleti struktúrálására, a vállalatok akvizíciójára és az induló vállalkozásokra és az üzleti tanácsokra fókuszál. Szenvedélyesen fitness és egészséges életmód rajongó. Nagyon sok szeretettel köszöntünk téged is, Imre, és nagyon várjuk, hogy miket tudsz nekünk mondani, milyen információkkal lehetünk gazdagabbak a mai nap folyamán. Parancsolj! Jó, köszönöm a lehetőséget először is, és jó estét üdvözlök mindenkit. Remélem még a vacsoráig mindenki kibír egy picit, és meghallgatja a mondani valómat. Habár a könyvelési, adózási, stb. Része nem olyan izgalmas, ugye, mint tapasztalatom szerint is mindenki a végére próbálja hagyni, és ez az egyik tapasztalatom, amit szeretnék átadni. Amikor a Piros felkért erre az előadásra, akkor végig gondoltam, hogy a mi klienseink között ugye van számos non-profit, és mik azok a pontok, amik azok a kihívások, amik a pénzügyi téren megjelennek, azon kívül, hogy persze adományokat szerezni. És ezt megpróbáltam összefoglalni, ez főleg az induló non-profitoknak, ugye nem tudom, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik mindenki, de remélem ez egy ilyen átfogó lesz mindenkinek valamilyen hasznos. Tehát a következő pontokon szeretnék átmenni egy bizonyos részlettel. Ugye egy non-profitnak egy normál profit vállalkozáshoz képest vannak jellegzetességeik, amikre figyelnünk kell, amik kihívást is jelentenek. Tehát ugye egy non-profitnak nem tulajdonosai vannak, hanem egy igazgatói direktorok vannak. Ezek a direktorok, igazgatók kontrollálják, végül is ők a döntéshozóak, stb. Nem tulajdonosok. Pénzügyi tapasztalat, erről beszélek kicsit majd részletesebben, ugye a pénzügyi tapasztalatról inkább ennek a hiánya,
amit általában látunk a non-profitokon belül. Utána beszélünk egy picit ugye az adományozói elvárásokról, ahogy a pénzügyi térre is ez kitér, a különböző szigorú hatósági és adózási előírásokról, kontrollokról, stb. Tehát a minden, ami elég magas pénzügyi könyvitelt, stb. Jelentéseket, hozzáértést igényel. Maga az átláthatóság is, mint Patricia is említette, ezek nyilvános dokumentumok, mint például az a 990-es form, az adózási forma, ugyanis ez is nyilvános. Tehát a maga a transzparencia, az átláthatósága egy ilyen intézménynek. És ugye, hogyha itt most itt a felső pontokkal ugye meghatároztam, hogy ez mind elég magas pénzügyi aktivitást, jelentéseket, hozzáértést igényel. Ugye a legtöbb non-profit ez mellett ugye limitált működési költségekkel küzd, illetve likviditással is gyakran problémát okozhat, hogy mikor jön be az adomány, mikor jön be a pénz, ugye, hogy ahogy Patricia is említette, hogy nem az első alkalommal jön be gyakran a pénz, többször kell találkozni, stb. Tehát a likviditási problémák is fent állnak. Tehát ezekkel a saját klienseinkkel is végigmegyünk gyakran ezekkel a gondokkal. Ugye mit jelent az, hogy egy igazgatósági felügyelet van, nem tulajdonosok alatt dolgozik? Ugye van általában három, vagy néha több ilyen direktor, ilyen igazgató van. Ők rájuk tartozik az egész non-profitnek a továbbitele, hogy sikeres legyen minden ágon. Ebben benne van a pénzügyi része is ugye a non-profitnak, tehát egy költségvetést részlehozni, ennek a költségvetésnek az ellenőrzése, a különböző ráfordításokra különböző döntéseket hozni, megfelelni a különböző ugye az adományozókat kielégíteni pénzügyileg, hogy a ráfordítások, hogy az adományok megfelelően vannak elköltve, az adóhatóságoknak megfelelni. Tehát ebben gyakran van az igazgatókra háruló felelősség, az elég nagy, és ugye gyakran ugye azt látjuk, hogy a pénzügyi tapasztalat nem feltétlenül van meg ezeknél az igazgatóknál, direktoroknál, mert sokszor ugye aki direktor, az valaki szenvedélyes ezen a téren, tiszteletbeli szakemberek, elismert szakemberek, akik már dolgoznak ezen a téren, de nem feltétlenül valaki, akinek magasabb pénzügyi háttérrel jelentkezik, tehát nem van. Ugye, tehát ilyenkor okoz gondot néha, hogy akkor ki fogja kezelni belsőleg is a pénzügyi részt. Ugye az egyik legnagyobb hiba, amit látok, hogy ezt a végére hagyják a non-profitok, ugye mindenki akarja hajtani azt, hogy meglegyenek az adományok, az események, a cél, és a főleg kezdetkor az ilyen könyvelési, pénzügyi, gazdálkodási részeket a végére hagyják, vagy pedig az év végére, vagy eltolják, vagy büdzsé miatt azt mondják, hogy nincs erre, vagy nem alakítják igazából ki a megfelelő pénzügyi rendszereket, és ugye ezt sajnos a tapasztalat erre az, arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a végén mindig sokkal többbe kerül összerakni, vagy pótolni valamit, mint az elején. Ugye az egyik jó tipp, mint a Patricia is mondta, egy jó csapatot össze kell rakni, tehát lehet, hogy az első ilyen eladás, ugye magatokat eladni, az abban járuljon szerintem, hogy a csapatot összerakni, még mielőtt az adományozásokat is próbáljátok eladni, összehozni, mert utána, hogy gazdálkodtok ezzel az adományokkal, stb. Ennek utána nagy jelentősége lesz, hogy hogyan tudtok tovább lépni. Tehát itt is össze lehet rakni különbözőképpen kreatívan is egy pénzügyi csapatot, mint Patrici is említette, tehát CPA-k, például könyvelők is, egyéb pénzügyi szakemberek is pro bono munkát adhatnak, vagy pedig egy diszkontáron,
de hogyha még nem találtok senkit, akkor is meg lehet ezt végül is úgy is oldani, hogy egy kialakítani egy megtalálni egy profi csapatot, aki tud ezzel foglalkozni, akinek van tapasztalata, de megtalálni azt a megfelelő kollaborációs szintet, ahol mondjuk az elején egy ilyen csapat meg tudja oldani a könyvelési szerkezetet, és utána valakit egy ilyen önként vállalkozót, vagy valaki, aki adminisztratívan dolgozik a cégben, ő tudja ezt részletesen folytatni, de hogyha ez az emberke be van tanítva, és a struktúra meg van csinálva az elején, akkor elvileg ezt utána már egy sokkal kevesebb költséggel gazdaságosan meg lehet oldani. Jó. Ugye említettem, hogy itt az adományozóktól is vannak elvárások, ugye ugyanúgy, mint ahogy sikerül egy jó esemény, amit sikerült alakítani egy adományozótól, ugye mindenki be akarja mutatni, hogy költik el ezt az adományt, mi sikerült belőle, ugye büszkén szeretném mindenki bemutatni, hogy milyen effektívan sikerült ezt összerakni, és ehhez hozzátartozik ahhoz, hogy egy dokumentációs csomagot is össze lehet rakni egy adományozónak, ami megint, hogyha proaktívan megvan csinálva az elején az ilyen pénzügyi könyvelési rendszer, akkor nagyon könnyen ki lehet mutatni, hogy hova ment a pénz pontosan. Ugye könyvelési szoftverekben például, mint a QuickBooks is megvan, vannak ilyen non-profitos verziói, ami viszonylag könnyen felhasználható bárki részére is, és betanítható is. És itt fel lehet bontani, meg lehet csinálni az elején úgy, hogy különböző osztályok, illetve alosztályok legyenek a könyvelési szoftverben is, a főkönyvi kivonat, stb. Úgy legyen megcsinálva, hogy egy-egy ilyen projektet, egy-egy ilyen adományt végig lehessen követni, hogy hova ment ez a pénz végül, és bemutatni, hogy milyen hatékonysággal tud a maga a non-profit működni. Ugye ez még az is fontos, mert hogy a pénzügyi részét alá tudjátok támasztani, akkor utána a következő fordulóban annál könnyebb lesz még adományt kérni, illetve bemutatni, hogy tényleg transzparensen, hatékonyan működtek. Ugye ez a pénzügyi része, ez a transzparens része, ez itt nagyon fontos. Ugye különböző hatósági kontrollról is beszélünk. Vannak olyan követelmények, ahol kifejezetten audit kell, tehát teljes vizsgálatot, könyvvizsgálatot kell, és jelentéseket kell bizonyos adományok felett, vagy bizonyos államok is ezt kérik. Tehát ugyanígy, hogy sokszor van ilyen, hogy valakik megkértek, hogy kellene egy ilyet csinálni, de ezt is nehéz összerakni utólag. Erre is ugyanúgy proaktívan kell felkészülni a projektek elején, hogy ezt a megfelelően legyen minden dokumentálva és előkészítve, hogy utána ezt úgy elő lehessen adni, hogy mindenfajta fájdalom nélkül, ami idő, pénz, és főleg kredibilitás is veszít, hogyha ezt később ezeket a jelentéseket nehéz összerakni. Egy ilyenre ezt jobb havonta összerakni, illetve különböző szoftvereket lehet használni, például van build.com, összeköthető más felhő alapú szoftverekkel, amiket ajánlunk, amik megtartják a különböző számlákat, a különböző az ilyen adatokat, tehát még egyszer ez transzparenssé teszi a működést, izalmat nyújt és effektívan sikerül működni ezáltal. Ugye az adózási előírások nagyon szigorúak egy non-profitnál. Most arra nem kérek ti, azt hiszem, azt szerintem már mindenki tudja, hogy egy ilyen 501c, tehát hogy ezt a megkapni az IRS-től az engedélyt, az ugye arra van az indulástól kezdve 27 hónap, tehát ezt nem muszáj az elején megkapni, az lehet függőben. De miután megkapjátok ezt, ugye
mint a Patricia is említette, egy-egy adóbevallás körülbelül lehet 20 oldalas, vagy több is, amiket nyilvánosságra tesznek, és az ehhez rengeteg kérdés van, rengeteg számot, nagyon sok kérdésre kell válaszolni, ezt évről évre be kell adni, és ugye ez az is kell, hogy újítani is lehessen a státuszát, plusz, mint említettem, nyilvános is. Amíg vannak kétfajta ilyen adóbevallás van, az egyik rövidebb, tehát hogyha 200 ezer, éves 200 ezer dollár alatt van az ilyen adományozások, akkor van egy ez a 990-es easy form, az egy 5-6 oldalas, hogyha ezen fölül vagyunk, tehát a 200 ezer dolláros adomány és 500 ezernél több az eszközök, akkor egy teljes 990-es formot kell leadni évente, ami nagyon sok oldalas, nagyon sok kérdés van. Erről a legjobb felkészülés az, hogyha már a könyvelési rendszerben a számlatükör, a főkönyvi számok, stb. Alosztályok már eleve úgy vannak kreálva az elején, ahogy ezt majd az adóbevallásba is be kell rakni, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok munka és nehéz összerakni utána, hogy mi merre ment, kinek, mi volt, hogy összekötődve, milyen számlákkal, stb. Tehát ezt majdnem, hogy érdemes egy non-profit elején átnézni, hogy mik lesznek ezek a kérdések, hogy már az szerint a napi könyvelés, a napi dokumentációk ez szerint készüljenek, mert ez is egy fájdalmas dolog lehet, és ugye, mint Patrici említette, ez nyilvános, tehát hogyha valaki megnézi ezt, mikor ráfordítások, stb., ezt nagyon transzparensen le kell adni, meg kell csinálni. Ugye van egy általános átláthatóság, ugye, ami minden non-profitba szükséges, hogy ugye mindenki nyilvánosan akarja látni, hogy hatékonyan és eredményesen működnek a szervezetek. És vannak különböző ilyen felügyeli szervezetek országszerte, akik kifejezetten erre állnak rá, hogy figyeljék, figyelemmel kísérjék ezeknek a működéséket, és hogy ne legyen semmifajta ilyen visszaélés. Tehát itt is például van más egy szoftver, amit használunk, például, hogy aki különböző ilyen önkénteseknek az idejét is tudjuk mérni, hogy megfelelően tudjuk reportálni. Például az a T-Sheets, ami egy nagyon olcsó szoftver, ami egy ilyen telefonos applikáción keresztül is működik, és minden egy ilyen önkéntes vagy dolgozó be tudja írni az idejét, hogy milyen projekten, mennyi önkéntes időt töltött erre. Ugye, hogyha tudjátok, akkor ezt ugye be kell írni ennek az értékét, mint jövedelem, vagy költségét. Tehát ez is olyan, hogy nem kell, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsíti egy ilyen szoftver használata, hogy később bebizonyosodjon, hogy ki milyen projektre mennyi időt töltött. Tehát ebbe lehet nem csak az önkéntesek idejét, de azt is, hogy melyik projektre töltötte ezt az időt. Élőben nagyon részletesen ezt a szoftvert is sokszor használjuk, és nagyon sok ilyen előnyt ad. Igen, itt ahogy említettem, ugye most átmentünk, megbeszéltük, hogy milyen magas követelmények vannak, milyen magasak a pénzügyi követelmények, ennek a jelentése, a transzparencia véget, és ugye, hogyha ilyen limitált, korlátozott költségek vannak, ebbe nehéz ugye felvenni egy chief financial officer-t, vagy egy ilyen igazi controllert, akinek hogy mondják ezt, hadszámjegyű fizetése van. Ugye, tehát sokszor önkéntesre kell támaszkodni az ilyen esetekben, akik segítenek összerakni, megcsinálni a pénzügyi dolgokat, a jelentéseket. Tehát ilyenkor sokkal könnyebb ez az outsourcing, tehát egy valamilyen kontraktort találni például. Még egyszer említeni, mert szerintem jól működik az, hogyha találtok egy könyvelő irodát, csapatot,
valaki, aki hisz ebben a projektben, aki nagyon szívesen odaadja a pro bono-ból, vagy valamilyen diszkonttal a saját idejét, betanítani valakit, hogy hogy vigye a napi könyveléseket, hogy menedzselje ezeket a szoftvereket, és utána ezt mondjuk negyed évente például felügyelni, ez sokkal jobb, sokkal olcsóbb lesz a végén, sokkal napra készebbek lesztek, tehát ha valakinek valami fajta jelentést kell küldeni, ez a transzparenciát és a felkészültséget így viszonylag fent lehet tartani, és mégis nem költeni rá egy nagyon sok pénzt. Tehát ez majdnem minden non-profitnál megvan, hogy kivéve a nagyobbakat persze, hogy nem tudnak állandó, tehát teljes munkakörrel foglalkoztatni valakit, aki pénzügyi szakember. Tehát erre így ezzel a különböző megoldásokat így meg lehet találni. Likviditás, ugye ez megint egy nagy problémát jelent, mert lehet, hogy éves szinten ugye bejön az a megfelelő összeg, amit terveztek, de sokszor az van, hogy ugye az adományozások ugye késnek, vagy az államtól jön, vagy pedig jön csak egyszer-kétszer egy évben jön, amit be kell osztani az egész évre. Tehát ez ugye gyakran láttam ezt is, hogy ugye várnak, végre megjön a várt pénz, és akkor mindenfelé egy két hét alatt elmegy az egész, ugye, és akkor utána megint ugyanabban a helyzetben van a non-profit, hogy várja a következőt. Tehát egy cashflow előrejelzést, egy jelentést megint nagyon-nagyon fontos összerakni, ami utána megfelelően vezetheti és eltervezheti az, hogy fog egy év kinézni. Főleg a problémákra számítani, hogyha késések vannak, akkor hogy lehet az, hogy ugye ezeket kiküszöbölni. És a különböző ugye támogatások, források, ezeket ugye most is COVID miatt is, ahogy említettük, tehát vannak fennakadások, hogyha valami ilyen cash flow terv nincsen, akkor sokkal nehezebb lesz ezt pótolni, mert ha hirtelen ragad minket ez a probléma, akkor ebből később még nagyobb problémák lehetnek. Még egyszer, erre is viszonylag olcsón meg lehet csinálni egy tervet előre, ami egy kis idő és energia kell hozzá igazából, de megfelelő szakemberrel végül is nem annyira veszélyes, tehát nem annyira ijesztő, mint sokaknak, aki nem ért hozzá, hogy most hogy cash flow előrejelzést csinálni, ugye ijesztően hangzik sokaknak, akik nem szakmabeliek, de ez is olyan, hogy amit proaktívan előre meg tudtok csinálni és felkészülni, ez nagyon-nagyon fontos, és sok pénzt tud spórolni így a jövőre nézve. Én rövidebb voltam, mint Patricia, nem akarok mindenkit untatni könyveléssel, és nem voltam benne biztos, hogy kinek milyen tapasztalata van, de nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy pillanat, kicsit megpróbálom ezt mindjárt így ilyen az előzőhez képest úgy megcsinálni, mint csináltuk, de mindegy, nem sikerül most. Szóval köszönjük szépen, Imre, azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos információt hallható. Nyilván ez a téma nem egy egyszerű és nem egy könnyed téma, és általában valóban saját tapasztalatból is mindig emelől menekülnek el a menekülök el én is. Alapvetően sajnos azért ezt ki kell mondjuk, hogy nagyon-nagyon szomorú, de 200 ezer dolláros árbevétel sajnos még nem érint minket, bár nagyon dolgozunk rajta, hogy említettél nagyon sok szoftvert, én meg is osztottam itt a chatben, hogy például ezekre a szoftverekre, mint non-profit lehet-e jelentkezni, hogy olcsóbban kapjuk meg, mert azért így is mondtad, hogy megkifizethető, de sokaknak még mindig itt sok, és igazad van abban abszolút, hogy ha nagy képet nézzük, akkor viszont sokkal olcsóbb, mennyi fejfájástól és mennyi munkaórától óv meg minket, de hogy van-e erre neked valami tapasztalatod, hogy lehet-e jelentkezni ezekre a szoftverekre úgy, hogy a legtöbb a könyveléssel kapcsolatos szoftver, azt nem láttam oda, hogy non-profitnak olcsóbb lenne, de könyvelő cégeken keresztül olcsóbbak. Tehát általában ezek a szoftveres cégek, ugyanúgy T-Sheet, QuickBooks,
hogyha vagy könyvelőn cégen keresztül mentek, általában a könyvelőknek adnak ilyen wholesale, tehát ilyen nagyker diszkontot, amit ugye átadható a kliensnek. Tehát nekünk is rengeteg a Bill.com, a T-Sheet, QuickBooks, mindegyikben diszkont van, hogyha a könyvelőcég platformján keresztül megy. Amint hogyha van könyvelőtök, ugye mindenkinek gondolom van, akkor amúgy is megéri, mert megosztott információ eleve a könyvelőkkel, tehát így a legolcsóbb ezeket a fizetni. De nem nagy tételekről beszélünk, tehát ilyen, tudom én, egy QuickBooks lehet 20-30 dollár havonta, Bill.com például 40 és 100 dollár között havonta, tehát ilyen, nem ilyen rendszerekről beszélünk, amilyen dollárezrekbe kerülne havonta, hanem ilyen pár száz dollár havonta mondjuk összerakni körülbelül. Igen, sajnos most jelenleg ez nekünk, ez a magyar szervezeteknek tapasztalatból mondhatom szerintem mindenki nevében, hogy ezek nagyon komoly költségek még így is, de természetesen a nagy képet kell nézni, és ugye nagyban gondolkodni. Jött egy kérdés Zsuzsitól, milyen bevételtől adóköteles egy non-profit? Hát ugye vannak ilyen dolgok, amik egyszer-egyszer el kell adni, valamit valamin túl kell tenni, vagy tényleg pólók, vagy ilyesmi. De ezek csak akkor lesznek adókötelesek, hogyha mondjuk egy egyszeri valamin túl kell tenni egy épületen, vagy egy autón, vagy ilyesmi, ezek magában nem adókötelesek, de hogyha ez rendszeressé válik, az ilyenfajta aktivitás, ami tényleg nyerességet termel, és rendszeressé válik, és a misszión túl lévő tevékenység, akkor ez adókötelessé válhat. Itt érted ez alatt mondjuk, hogyha van egy fesztiválunk, és mondjuk merchandising termékeket, pólót, táskát, ilyesmit szeretnénk a logónkkal árusítani, az már adókötelesnek számít? Nem, az még nem ezek ilyen kisebb dolgok, csak olyasmi, ami mondjuk van egy épület például, és ezt eladjátok, utána elkezdtek ebből épületeket vásárolni és eladni, például abból lehet, hogy profit lesz. Amire viszont figyelni kell az ilyen merchandise, tehát ilyen pólók eladásakor, hogy ez is államoktól függ, de lehet, hogy sales tax viszont van, tehát áfa viszont lehet, hogy van. Tehát a legtöbb non-profit megkapja ugye az, hogy tudjon vásárolni ezt a sales tax exemption, tehát vásárolni tud, de valamikor eladáskor attól még lehet, hogy kell a sales tax-et különböző termékekre adni. Tehát ez is államoktól változó, államról államra. Tehát erre kell az állami részen kell odafigyelni, nem csak szövetségi részen, hanem ezen az állami részen is. Köszönöm. Zsuzsi, szerintem neked ehhez van kapcsolódóan kérdésed, úgyhogy hallgatunk, akkor kérlek, mondd, hogy... Igazából nekem azt köszönöm szépen, én azt próbáltam megkérdezni, ugye minket az nem érint, hogy sajnos, hogy 200 000-es bevételünk lenne, mint ahogy Piros is mondta, inkább az alsó határnál vagyunk. Kérdés, hogy azt akartam megkérdezni, hogy a működésével, a non-profit működésével kapcsolatos költségek, bevétel, ami bejön nekünk, milyen összegtől kell adót fizetnünk érte? Nem tudom, hogy érted-e a kérdést, hogy mi az az alsó threshold, ahonnan adóköteresek vagyunk? Nem, ezt nem láttam, ezt még utána nézhetek, és visszaszólhatok, de ezt még nem láttam, hogy... Mert épületeket nem fogunk venni, nem fogunk eladni, nagyon inkább kicsiben gondolkozni, kicsiben gondolkozva kérdeztem. Jó, arra utalnak, hogyha ez az aktivitás rendszeressé válik, de ezt megnézhetem még, hogy... Van erre valami specifikus, és visszaszólok erről, hogyha nem... Milyen éves árbevételtől kellene, az a kérdés. Igen, de lehet, hogy nem árbevétel specifikus, lehet, hogy most nem néztem ott erre. Valaki jelentkezik, Zsolt esetleg valami? Igen, Zsolt, igen. Lehet, hogy van válaszolni. Igen. Én azt nem vagyok biztos benne, hogy a Zsuzsi azt akartad kérdezni, hogy adó bevallás milyen összegtől
adóbevallás, vagy? Szerintem. Adóbevallás és adófizetés, az két külön gondolat. Ez teljesen más, igen. Igen. Így van, köszönöm a korrigálást az adóbevallásnál. Igen. Elnézést, Imre, hogy összezavartalak, köszi Zsolt, hogy javítottál. Ja, jó, oké, igen. Mert én adókötelesség beszéltünk. Ez 50 ezer dollártól van, de 50 ezer dollárig is kell azt a postcardot beküldeni, igen. Ami a 990N-es form. Az igen. N-es. Uh-huh. Igen, tehát különbözőnek a 990-es formnak különböző formjai vannak, tehát függően, hogy foundation, vagy non-profit, vagy ilyesmi, tehát itt is különböző formjai vannak. Még gyakori kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az 501-es C3-as, ez mire fontos, vagy kell-e, vagy nem kell, vagy mikor kell. Ugye ezt is szokták kérdezni, hogy mikor kell igazából. Ezt úgy tudom, hogy 5000 dollárig, ha valaki csak éves 5000 dollárig kap adományozást, arra abszolút nem kell, illetve azon felül az a meghatározó, hogy az adományozó, vagy aki általában adományozik, ennek szüksége van arra, hogy az adó alapból le tudja írni az adományozást. Tehát erre kell az, hogy meglegyen ez az 501 C3-as, de az, hogy elkezdje a non-profit a működését, ahhoz nem kell, de ugye, tehát ezért is ad az IRS, azt hiszem 27 hónapot arra, hogy jelentkezni erre a 501 C3-as státuszra, ugye, mert ez az, ami utána engedélyezni fogja az adományozóknak, hogy leírják az adóalapból, de vannak olyan működő non-profitok, amik nem olyan helyről jön, vagy nem éri el azt az összeget, ugye 5000 dollár alatt, vagy pedig nem olyan helyről jönnek az adományok, ahol ez fontos, tehát külföldről például, vagy ilyesmi, tehát ugye nem onnan jön, ugye ez is még fontos. És érdemes is egyébként néha úgy elindulni először, és közben jelentkezni erre az 501 C3-osra, mert van ez a form, ez a 1023-as form, amit ugye részletesen ki kell tölteni és beadni az IRS-nek, hogy miről szól ez az egész. Ha ott már be tudtok mutatni valamit, hogy működött idáig, tehát nem csak az, hogy mik a tervek, hanem már az, hogy ezt meg azt már sikerült is, az kicsit segít is a helyzeten, tapasztalatom szerint, úgyhogy nem muszáj mindent így egyszerre egy lökéssel. Ha jól értelmezem, akkor ez a 501 C3-nek, hogyha már jelentkezel, akkor onnantól kezdve már tudsz adókedvezményeket igénybe venni. Jól értelmezem? Előtte is csak ugye úgy kell, hogy pending, ki kell írni, ugye, hogy a 501 C3 pending, tehát, hogy függőben van, és ha utána nem jön össze, akkor szólni kell mindenkinek, hogy nem jött össze, de lehet úgy is, hogy tehát csak transzparensen, mint mást is, ugye, hogy ez függőben van már. Jó, ez nagyon jó. Más kérdések esetleg, hogy jönnének-e, van, most nem írt talán, de bocsánat, jött még kérdés, és Patricia is megosztott itt ingyenes szoftvert, amit érdemes megnézni. Ági kérdezi, hogy van-e olyan CPA szervezet vagy grup az USA-ban, akik például magyar-amerikai non-profit szervezeteknek esetleg segítenek pro bono? Tudsz-e ilyet? Vagy diszkont áron? Hát így kifejezetten egy magyar CPA, vagy egy CPA szervezetről nem hiszem mindenki. Valamilyen szinten ugye mi is segítünk, de azért meg kell élnünk nekünk is. tehát nem tudom, hogy van olyan szervezet, aki csak erre ugye fókuszál, aki csak erre áll. Vagy a kérdés akkor, hogy miből élnek akkor ők meg, ugye, mások adományából. Ugye mi segítünk egy párnak, vagy diszkonton, vagy pedig pro bono, a saját cégünk is. Ez is egy ilyen szubjektív döntés, hogy mennyire szívhez a szóló a projekt. De lehet amúgy ilyen independent kontraktor például, akik dolgoznak, tehát lehet ilyen magánvállalkozókat is találni, akik kicsit diszkontosabb állam, főleg most COVID alatt, akiknek van könyvelősi tudásuk, vagy értenek hozzá, és szívesen megcsinálják, de tapasztalatom szerint ez egy ilyen szívhez szóló dolog, tehát valami fajta összeköttetés, tehát valami fajta ezt is el kell adni ugyanúgy, mint az adományozónak, csak ugye ajánlom, hogy ezzel kezdeni,
hogy összetudjátok rakni a csapatot, mert mint említettem, ez fontos lesz utána, hogy ki tud úgy képviselni, illetve pénzügyileg, pénzügyi jelentés és pénzügy, pénzvitelben megfelelően segíteni, mert ez nagy hatással lesz utána, hogy az adományozóktól mit hogy kaptok, vagy mennyire sikeres a projekt. Én elmondanám, hogy itt New Yorkban, nem tudom, hogy más államokban ugyanez a helyzet, de itt New Yorkban nálunk van egy ilyen non-profit és business council, ami kimondottan azzal foglalkozik, hogy olyan embereket hoz össze, akik segíteni akarnak non-profitokat, és mi rajtuk keresztül szereztünk, de ismeretlenül ügyvédet például, meg könyvelőt is, és például az ügyvéd az egy olyan magas klasszisú nő volt, hogy a fehérházi chief of staff volt valamelyik, most nem mondom, melyik kormányzat idején, tehát egy ilyen szuper, hihetetlen, teljesen kezdő szervezethez kaptuk meg az ő támogatását, úgyhogy érdemes szerintem próbálkozni, de ha nem találtok ilyen, akkor szerintem a könyvelés az, amin nem érdemes spórolni, érdemes kifizetni egy profi céget, amelyik jól megcsinálja a könyvelést legalább az év végén. Ez igen, nagyon fontos. Csak annyit akarom, hogy igen, vagy a végén, vagy az elején, vagy a végén, de ki kell fizetni. Ugye ezt is tapasztalatból mondom, csak ugye a végén sokkal fájdalmasabb. Tehát ezt, hogyha egy dolgra leemlékeztek, hogy amit mondtam, mint mondtam azt, hogy proaktívan az elején, bármennyire is nehéz pénzügyileg, vagy másra kell ezt az elején, nagyon fontos összerakni a pénzügyi rendszert, illetve találni egy szakembert, aki segít ebben. Tehát ugyanúgy, mint egy személyes vállalkozásban, hogy az első meg az utolsó az a ügyvéd vagy a könyvelő lesz, tehát ez egy non-profitnál is. A transzparencia miatt ugye még fontosabb, mint egy normál vállalkozásnál szerintem. Ez nagyon-nagyon fontos, amiket ugye most említettetek, illetve amit Patricia is, ugye nagyon fontos az, hogy magának, hogyha mi pályázunk valamire, ezeknek a költségét is feltétlenül be kell írjuk, mert igazából tényleg nagyon sok időt, energiát, hát ugye a szakértelemről nem is beszélve, érdemes beépíteni. Nem tudom, hogy hányatok például, amikor a BGA működési pályázatokra beadtátok, hányan adtátok be pont könyvelésre. Ez rendkívül fontos, és ez egy kiemelt téma. Bevallom őszintén, mi is mindig ezt úgy elhanyagoltuk, elfelejtettük, de nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok fejfájástól tud mindenkit valóban megóvni. És egyébként Imre, hogy mit javasolsz egyébként, hogy érdemes-e mindenképpen a 501c3-t megalapítani a magyar szervezeteknek, vagy inkább azt mondod, hogy egyszerűen csak non-profitként üzemeljenek tovább? Hát, mint említettem, az attól függ, hogy ki a közönség. Ugye, mert hogyha a potenciális adományozókat az buzdítja, vagy segíti, hogy az adó alapból le tudják írni az adományokat, akkor mindenképpen a 501c3 segít, illetve éves 5000 dollár alatti ott nem szükséges, hogyha éves 5000 dollár alatt van tehát az adományozás, a forgalom, akkor ott még nem szükséges, tehát az nyilván nagyon pici, de szerintem itt az USA-ban ez az adóalapból való leírás, ez fontos. Főleg most, hogy valószínűleg az adók mind corporate, mind személyes fel fognak menni, úgyhogy várhatóan. Úgyhogy ez még fontosabb lesz szerintem a közeljövőben. Jó, ez nagyon hasznos információ volt ismét. Kiknek lenne még kérdése? Nyugodtan, bátran. Zsolt, parancsolj! Ja, le vagy mute-olva. Oké, pillanat, elnézést. Most? Várjál, még mute-ban vagy, még mindig. Én csak annyit tudok csinálni. Oké, most jó? Igen, szóval csak akkor, hogyha a többiek befejezték a kérdéseket, nem akarom elvenni a szót senkitől. Az adományozóknak fontos, hogy adómentes legyen az adomány, akkor is, ha csak 50 dollár, vagy akármilyen kicsi az összeg. Én úgy tudtam. Úgy láttam, igen. Nem kérdés szerintem, ez komment, nem kérdés. Tehát magánszemélyeknek ugye az 50 dollár is fontos leírni, nagyobb cégeknek ugye szintén más, tehát ez teljesen ilyen szubjektív, de igaz, tehát a iskoláknak adományoznak szülők például ott 50-100 dollár, ugye
nem csak non-profitba, de a másik oldalt a könyvelőcégbe is láttam, hogy odaadják nekünk, hogy mindenki próbál adóba spórolni mindent, amit lehet. Tehát ezért mondom, hogy ha a közönség nem összegtől függ, hanem igazából mástól függ teljesen. Tehát lehet, hogy mindenkitől csak 50 dollár jön 100 embertől, de mindegyiküknek fontos lehet ettől még, hogy ezt le tudják írni. Egy döntő faktor, ugye. És még azt hozzátenném, hogy ha látják az emberek, hogy korrekt módon kapnak egy elszámolást az adomány után az 50 dollárról, akkor nagyobb eséllyel fognak legközelebb többet adni. Tehát az 50 dolláros adományozókból lesz majd az 500, aztán lehet 1000 vagy 10 000 dolláros, és ha mondjuk 20-30 éven keresztül mindig odaadja ezt a kis pénzt, lehet, hogy utána a hagyatékban meg egy nagyobb összeget hagy a szervezetre. Szóval... Sose lehet tudni, igen, hogy melyik 50 dollárból lesz 50 000 vagy 500 000, ugye? Igen. Gyors kérdésem lenne, hogy van-e olyan valami adó lehetőség vagy adó kedvezmény, amit mondjuk pont így a diversity vagy minority alapon tudunk igényelni, mint szervezet, vagy tudsz-e erről esetleg valamit? Nincs jellemzően. Nem. Akkor nekem ez van az utolsó kérdésem, nem tudom, hogy másnak van-e még, hanem akkor Zsoltnak átadnám a szót. Bocsánat, mondjad, Szonya jelentkezett. Sziasztok, csak egy gyors kérdés. Milyen igazolást tudunk adni, ha mondjuk mi például egy iskola vagyunk, bár én a Karolin Magyar Csoport nevében is vagyok itt, meg online magyar iskola nevében is, de még egy szülő adományoz 20 dollárt, és szeretnél én az adományozni. Ezt az év végén levelet. Állítani. Az év végén egy levelet lehet, tehát januárban most levelet lehet küldeni. Levelet, csak írjátok rá tehát az iskola nevét, címét és az adószámot. Ugye, tehát hogy a levélen rajta legyen, hogy thank you for your donation to our 501c3, tehát az is legyen rajta, hogyha azok vagytok, az a 501c3 vagytok, és köszönjétek meg. Tehát ez is egy jó út megköszönni hivatalosan is az adományozásokat, tehát most januárban megköszönni levéllel, és ezáltal segítitek az adóbevallás elkészítését, tehát ugye ezt adják oda a könyvelőnek is, ezt a levelet. Nem ilyen hivatalos papírt nem kell kiállítani. Hivatalos papírt nem. De egy levelet, ebben jó, ugye, amit Patrícia is mondta, hogy meg kell köszönni, ugye ez tökéletes alkalom, de jó, odaadom a könyvelőmnek, és kész, tehát ez dupla öröm. Így januárban, tehát most a legjobb idő mindenkit megköszönni egy levéllel, aki egész évben adományozott. Köszönöm. Köszönjük. Más kérdés Zsolt előtt? Zsolt, parancsolját, tiéd a szó. Okay. Köszönöm szépen. Először az Eszternek az előadását szeretném kiegészíteni, hogy egy negyedik pontként be lehetne tenni azt is, hogy azzal is lehet pénzt szerezni, hogy spórlunk pénzt. Szóval, ha valamilyen pénzt megszereztünk vért izzadva, akkor hogy csak azt ne szórjuk ki az ablakon, és el sem tudjátok képzelni, hogy milyen nagy érték az, ez a 501c alapítványunk, ha megvan. Például az egyik az, hogy sajnos mindenhol én sem tudtam elintézni, de a sales taxet is le tudtam vonni vele. Például vettem egy elég drága monitort, és a Micro Centerbe a 503C igazolásommal láttam, hogy nem kellett sales taxet fizessek, ami elég nagy magas. Hogyha odafigyelünk legalább a drága dolgokra, akkor ezt el lehet intézni. Most nem gondolok arra, hogy bemegyünk 3 firsztól léte a vasárnapi iskolásoknak beszerezni, mert míg azt elintézed, hogy megkapd azt a kis áfát, hogy visszakapd, az több időt bekett el, mint amennyit megspórolsz azzal a pár pénzzel. A másik dolog, csak visszamenni is a spórlásra, már volt egy kicsit érintve a beszélgetésekbe. Ha valamit meg kell nézni a könyvelésbe, ha jó könyvelés van, hogy mire költünk a pénzt, és megnézni, hogy azok a cégek nem adnak diszkontot. Legtöbbször nincs kiírva a weboldalra. Például nem tudom, közületek hányan használják a MailChimp-et. Tudjátok, hogy a MailChimp ad a non-profitoknak, akinek megvan a 501c, 15% kedvezményt. Szóval én például most tax előtt 31 dollárt kéne fizessek a MailChimp-re, és majdnem 5 dollár kapok vissza, úgymond vannak le belőle, szóval 28 dollár tax-el együtt a végső számlám. Szóval
ha 5 dollárt számítok évente, illetve havonta, az 60 dollár starból. De nem csak ez van, hanem sokkal-sokkal több. Ugyanakkor még egyszer réges-rég pirosnak cseteltünk, és mondtam, hogy tudnék egy előadást tartani arról, hogyan lehet egy évben megspórolni 1000 dollárt, és most erről egy pár dolgot elárulok nektek, hogy nekem körülbelül így kiszámoltam azt, hogy mennyit spórolok meg évente azzal, hogy odafigyelek ezekre, hogy a költségeket minél jobban minimalizáljam, épp azért, mert megvan ez a 501c igazolásom az IRS-től. A legjobb weboldal ehhez, nem tudom, tudok én szérolni a screenemet? Igen, elvileg tudsz. Oké, látjátok az ablakot? Igen. Ezt a TechSoup cég weboldal pont erre van profilálva, hogy összeszedi minden cégnek, hogy mit tudnak adományozni non-profitoknak. Ide nagyon érdemes feliratkozni, és nagyon-nagyon sok mindent lehet kapni. Például itt az első oldalon, amit én használok, a Microsofttól idáig 50 licenset kaptam, Office, Windows, bármi, érted? Szóval főleg, hogy nekem én olyan számítógépekkel dolgozok itt a rádióban, amit nem lehet megvásárolni csak úgy, hogy bemész az üzletbe, hanem én építettem meg őket, mert speciális számítógépek, az ilyenek nem jönnek Windows-zal. Erre így vettem meg ingyen a Windows-ra. Word, Excel, ez a Microsoft 365, 10 licenset kaptok érte. Nem tudom, a non-profitnál hányan dolgoztok, akkor ez nagyon is tudja kompenzálni valamilyen szinten azoknak az önkénteseknek esetleg a munkáját, akik nektek segítenek, hogy ő nem kell kidobja, vagy ha van egy irodád és ott van egy számítógép benne, arra is meg kell, hogy ezeket a szoftvereket, egy csomó pénzt spórolsz vele. A következő az Adobe csomag, ez normálisan havonta olyan áfával együtt, azt hiszem olyan közel 60 dollár körül van, 50% kedvezményt adnak rá. De itt látjátok, az Intuit is itt van többek között, szóval QuickBooks is jön, ha kell, vírusölők, bármi. Én például a Dropboxnak is van, egy kicsit menjünk beljebb a produktkatalogba, hogy lássátok. Csak annyit hozzáteszek, bocsánat, hogy pont a héten jelentkeztem erre, konkrétan 3 perc alatt megkaptuk az igazolást, hogy jóvá hagyták, tehát nagyon-nagyon gyors. Mi is egyébként egyik szoftverre ugyanígy jelentkeztünk, és ugyan egy ilyen projektmenedzser szoftverre, szóval tényleg érdemes ezt megnézni. Kihoztam a listát, például a Zoomnak is van, szóval ha idáig a Zoomnak a full árát fizetétek ki, eddig ezt nyugodtan be lehet szerezni, hogy sokkal-sokkal olcsóbb legyen. De minden, ez mindig attól függ, hogy ki milyen profilban van, és hogy segít rajta. Csak azért belemenni, meg azért kifizetni, mert ezeknek is van egy kicsi fíjük, amit ki kell fizetni, de ha nem kell neked, akkor ne vedd meg, mert akkor tényleg csak költöd a pénzt. Például a másik nagyon jó dolog, amit én már nagyon régóta használok, a Google for Nonprofit, szóval az én e-mail rendszerem nem a webhostinggal együtt jön, hanem Google-nél van rajta, és hát ezt fel se tudnám mondani, hogy mennyit spóroltam vele idáig. Több 1000 dollár szerintem évente, amekkora, meg óriási tárhelyen jön, a Microsoft is 1 terabyte cloud térrel jön, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség. Szóval nagyon utána kell nézni. Most ebbe az évben elhatároztam, mert muszáj, a Bocskai Rádiónak a weboldal olyan nagyra nőtt, hogy már nem tudom kifizetni a webhostingot a tárhely miatt, mert így is évente 1500 dollár csak a Bocskai Rádiónak a webhostingja, és valahogy a képek, meg a hangfájlok, meg minden, ami ott van rajta, azt ki kellene vegyem a webhostingról, és áttegyem a cloudba, egy ilyen hibrid megoldással kell megoldjam, és azt az Amazonnak a szolgáltatásával van, és az Amazon 170 dollárt kell adjak ennek a TechSoup-nak, és ezért az Amazontól kapok 2000 dollárnyi adományt. Szóval 2000 dollárig tudok tőlük vásárolni szervizt azzal a kuponnal, amit adnak. De én abban úgy gondolom, hogy bőven bele fog férni
a Bocskai Rádiónak az összes problémája. Szóval megéri. A másik dolog, amit akartam ajánlani, ugyanazok a weboldalakhoz tartozik, ahol lehet ilyen grantek után nézni, a Grant Station. Nekem nem volt sikerem rajta, kifizettem, azt hiszem $75 kellett fizetni, hogy tudjak az ő adatbázisukba kutatni. Nagyon-nagyon nehéz a magyar dolgokra kapni. Hogyha a kicsit színesebb bőrű lennék, vagy valami, nem tudom milyen nyelvet beszélnék, spanyolt esetleg, akkor nagyobb lehetőségek nyílnak azonnal. De lehet azért, mert én rádióra kérek, magyar nyelvre kérek, ezért nem megy, de egy gyerekprogramot lehet, hogy ebbe is találtok. Szóval érdemes kipróbálni, akinek van ideje és lehetősége. Egyesek nagyon dicsérik, szóval nekem nem jött be, de másképp nagyon tudom ajánlani. Szóval ez ennyi lett volna, amit hozzá szerettem volna fűzni, és gondolom, hogy tudtok egy kicsit spórolni abból a pénzből, amit nagy nehezen össze tudtatok kalapolni, jobbról-balról gyűjteni. Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, nagyon hasznos információ volt. Ha megkezdett, hogy a share-t azt leállítod, azt megköszönöm. Nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy mindig praktikus információkkal szolgálsz nekünk itt a végére. Reméljük, hogy hasznosannak találtátok ezt az előadást, és legközelebb is velünk tartatok majd. Legközelebb Továri Nagy Gábor lesz az előadónk, aki a szervezet fejlesztésről fog előadást tartani. Visszament a sérül, vagy még mindig sérül? Még mindig sérülod. Hát mit nem áll meg? Nem baj. Ja, leállítottam most, úgyhogy most ez így jó lesz. Semmi gond nincsen. Szóval most én is átvettem a szót, hogy tehát legközelebb is egy nagyon izgalmas témával várunk benneteket. Nem tudom, hogy Gábor itt vagy-e, hogy akarsz egy pár gondolatot mondani, hogy mire készüljenek a vendégeink. Természetesen azoknak a meghívóját is, illetve ha már regisztráltatok, akkor nem kell újra regisztrálni, de hogyha külön erre a következő előadásra nem regisztráltatok, akkor szívesen fogadjuk azokat is. Az nagyon fontos, hogy minden hónap utolsó szerdáján 6:30-kor lesznek ezek az előadások, tehát minden szerdán utolsó hónapban. Úgyhogy erre kérlek szépen, hogy a naptáratokban jegyezzétek be előre. Nem tudom, hogyha bárkinek van-e kérdése, ha nem, akkor nagyon szépen köszönjük Patriciának, illetve Imrének ezt a nagyon-nagyon hasznos és tartalmas előadást. Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy rekordszámot tudtunk dönteni, és bízom benne, hogy sokkal gazdaságosabban fogjátok már ezentúl vezetni a szervezeteteket, és rengeteg pénzzel fogtok gazdálkodni a jövőben. Úgyhogy ennyi a közhasznú információ. Ne felejtsétek el hungarianhub.com, gyertek, és nézzetek minket, kövessetek minket, Hungarian Summit pedig szeptember 30 és október 2-a között. Ez most már fix, bízunk benne, hogy a vírus most már tényleg nem fog közbeszólni. Köszönöm szépen, szervusztok! Jó éjszakát mindenkinek!